Sziasztok! Hellóztok, csasztok! Nagy vasgyomrú Bartos újra cselentkezel! Indítottam ugye a jó mutkorjába? Jó mutkorjába. Indítottam. Egy marha nagy csrovatot. Lesz itt csrovat, úgy bizony, de hú. Melynek címezek? Melynek címe van. Szemetes kuka teszt. Na most az első rész az már megvolt. Úgy bár. Az első rész megvolt. Abból áll egyébként nagy be ez a marha nagy elhallgass kurva anyád. Abból áll nagyba úr ez a szemetes kuka teszt. Hogy nem tudom egyébként, hogy mennyire tudanak meg. Februárban ilyen időben meg. Mikor mínusz 30 fok köllene, hogy legyen, izé köllene, hogy legyen, bazd meg. Hóvihar, nem ám napsütés, bazd meg. Na, tehát az az egésznek a csvényege, ú. Belenyúlok egy kukába, bárhúr, és nagy baú, kiveszem a szemetet, ez egy ilyen föl, és hogy mi hasznosítható belőle, mit lehet megenni, stb. Ez egy szociális fölmérés is. Na lássuk! Na. Lássuk itt a jó kis szemét, szemét. Na rögvest, akkor kezdjük el! Valami, nem tudom, krumpli hésű, tehát nem. De is vettem, jó kis házibor. Jó kis ütős matéria. Narancshéj. De van vitamina, az nem. Na, azt mondja. Mi van még itt? Nem tudom, már benyúlt. Föl is veszem így a pöptába. Ez valami üdítő. Tömege uborka. Bazd meg a rohadt kurva anyját, hogy a belerohadjon ki, bazd meg. Ennyire jó meg, hogy benne hagyja az ecetlét, ami a ködbencem, bazd meg. Tehát benne van az ecetlé, bazd meg. Tehát ilyen jó meg a népnek, bazd meg, hogy benne hagyja az ecetlét. Dunsztok süveg, meg még jó lesz meg valamire. Ja. Valami fémes papír, mi van ebben? Kávé! Bazd meg! Hát ebben még van kávé. Hülye egyébként kidobja a kávét. Hát komolyan mondom egyébként, itt milliómos emberek vannak. Tessék, benne van még a kávé. Tehát nem, a marhája nem használta ki az összes kávét az acskóból. Itt gazdasági világválság van, bazán. Na mi van még? Papi. Vitamin. Utogatok, mint a rejtett kincse. Az nem
tudom mi. Bassza meg a jába. Bam ő. Nem tudom mi. Akkor. Valamilyen venis mosogató szer. Mosogató szer, koncentrátum után töltő. Mi azt a kis bor? Ebben egyébként már jócskán volt kaja. Azért valljuk be. Tehát és ez egy másik kukából való, mint az első rész. Tehát ez egy teljesen másik családnak a kukája van meg. Az örökbács. Lement, finom zacskó. Aztán érzünk egy kör. Mi van itt még zabálni való? Azt a kávét ezt külön az ebbre vágom, mert már jó lesz. Csak forró vizet nem tudok csinálni, úgyhogy nem tudom megfőzni, de hát idegül be is jó lesz majd. Bazd meg. Kifli. Csücsök. Mi a faszom, ezt nem lehet már megenni. Kidobják a kifli csücsköd, bazd meg. Valami tejás, nem tudom mi az. Tej. A marhák erre küldtek ezek a hülye parasztok, bazd meg. De rosszabbik értelme parasztok. Na úgy érte, hogy agyilag hülyék inkább, jobban mondom, mert a paraszt az nem hülye van meg. Ez mi a faszom van meg? Na ez mi? És ebbe is van. És ebbe is van van meg. Kakaj, rózs, gabona, golyó, bazdmeg. És van benne. Az ember gyakorlatilag egyébként jól lakik a kukában. Meg tudom, mivel. Nem szeretem mondjuk az édességet, de mindegy, jó el. Rosszul megy a nép meg, bazd meg. A rohadt mocskos patkány geci, bazd meg, kidobta ezt a jó kis ízét. Hogy a fejüt basznám le egy szamuráj karddal, bazd meg. De kidobta. De. Szóval láthassuk. Lehet, hogy majd belenyúlok szegényebb embereknek, és a kukában ezt nem tudtam egyébként, hogy gazdag emberek. Mert ez a gazdagság. Gyakorlatilag kaja van kibaszva, bazd meg, nem tudom már mennyi. Az ember egyébként végigmenne, vagy végig szoktam egyébként menni ilyen kukás részeken, bazd meg, jó lakok. Egy kis fülpucoló. Fülpucoló. Nem tudom, kinek a füle lett kipucolva vele.
de teli van vitamina, de te vitamina. Vitamina. Mi van még benne? Ez nem tudom mit. Az almát az ómádba. Szabolcs felmegye, vagy ott a szabolcs építőre. Késsel vágja le, bazd meg az almát. Tehát késsel. És ekkora darabot meghagy az almából, bazd meg. Az apám az engem, bazd meg, megölt volna. 83 kéztúrással legalább megölt volna, én így eszem meg az almát, és így dobom ki a kukába, bazd meg. Megölt volna az apám. De ez a pazarlás, bazd meg. Azt a kurva hétszem fűz. Ha itt még ízél a vacsorára is megvan a kaján, bazd meg. Igen, hát persze. Textilöblítőre van fizetek, bazd meg. Na. De hát, ismételten bebizonyosodott, hogy nagybaú. Most már két családnak kielemeztem a kukájából a szemetet. Gyakorlatilag félig meddig jól laktam, bazd meg. Tehát eddig nem tapasztaltam volna, hogy mély szegénység lenne Magyarországon. Kis jó kis borral leöblítve. Jó kis borral, borral, daszis borral, borral lecsöblítve, lecsöblítve. Tehát szemetes kukateszt második részét láthattátok. Bölcs egyetlen nagy bazsgyom. Bartos. Pillan. Ja. Ja, úgy is. Jó kis bor. Szemetes kukateszt, harmadik része. Szintén körülbelül kb. Schatzper kb. Egy hét múlva folytatódik. Ez is folytatódik. Szevasztok. Hello, stock. Dobrý večer, das vidanie, vége, kóó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